évente a világba, borzasztó nagy számot fogok mondani, 300 ezer ember fullad bele a vízbe. Pontosan azért, mert nagyon sokan nem tudnak úszni, másrészt pedig azért, mert nem tudják a vízből mentésnek az alapelemeit, nem tudják a fogásnemeket, és nagyon sok felelőtlen vízből mentő van, aki maga is a vízbe fullad. Nagyon örülök, hogy sikerült a Vízimentő Szövetséggel kialakítani ezt a jó kapcsolatot. Láttuk, hogy a gyerekeket Csaba László professzor úr személyesen oktatja. Szeretnék köszönetet mondani a csepelőt tusázóknak ezért a lehetőségért. Óriási nagy szükség van arra, véleményem szerint, hogy a gyerekeket vízimentést megtanulják, megtanulnak egyáltalán biztosan úszni. A nyár az például kellő bizonyíték arra, már most idén nyáron több mint 100 ember vesztette az életét különböző vizekben, itt a Csepel környékén is, Sziget-Szentmiklósnál volt egy sajnálatos baleset. Én remélem, hogy ez a szám ez egyre csökkenni fog. Az önkormányzat minden támogatást megfogadni. Mi már akkor támogatásunkról biztosítottuk az öttusázókat, Szegi Csabájékat, Pataki Zoliékat, amikor rájuk bíztuk ennek a tanúszadának az üzemeltetését. Szeretnénk egy olyan programot kidolgozni, hogy a csepeli iskolákba eljutva tudjunk felvilágosítást adni, illetve szándékunk az, hogy mivel az öttusa sportágnak az egyik fontos sportág az úszás, ha későbbiekben a jól úszó gyerekek közül, akit érdekel, akkor akár vízimentő pályát is válaszol, ezzel például egy hivatást is tudsz szerezni. Itt még kisgyerekekről van szó, akik most tanulnak úszni, és önállók inkább csak a vízveszélyre hízzük a figyelmet, illetve azt próbáljuk belépántálni, hogy nagyon jó, hogy majd fölnőnek, megtanulják a vízimentést is. Egyrészt saját magukat menteni, másrészt pedig ha a társuk bajba kerül, akkor tudják azt, hogy hogyan kell megközelíteni, hogyan kell megfogni, milyenek a szabadulási fogások, illetve a kihúzás után milyen eljárásokat kell nekik tudniuk ahhoz, hogy valakit visszahozzanak az életbe. Bármilyen korban nagyon hasznos lehet, de ugye a fiatalok nagyon fogékonyak az új dolgokra, ezért náluk különösen fontos az ilyen propaganda jellegű bemutatók, gyakorlások, bemutatók, amiket ma is végrehajtottunk itt Csepelen a tanúszodában, és ők különösen érzékenyek ezekre az új információkra, új tanultakra, és hosszú időn keresztül meg is jegyzik, és ez óriási segítsége nekünk a munkában. Megragadta a víz alatt, és már is hátra feszíti a kezét is, a fejét, és úgy mondhatja ki a partra, közben beszél hozzá, nyugodjál!